reggelünk van. We have a special morning today. Mert vendégtanítónk van ma. Because we have a guest speaker. Tudom, hogy többen ismeritek egyébként Rodot. I know that many of you know Rod Thompson. De azok számára, akik esetleg nem tudják, hogy ki ő. But for those of you who might not know who he is. Ő nagyon nagy része a Golgota európai történelmének. He played a major role in the European history of Calvary Chapel. És csak nagyon röviden. And just very shortly. Ő volt Szabadkán lelki pásztor. He used to be a pastor in Subotica. Aztán Baján lelki pásztor. In Baja. Aztán vezette az ausztriai bibliaiskolánkat. Then he led our Bible school in Austria, not ours, but the Calvary Chapel's Bible school. És amikor ide mozdultak Magyarországra, akkor a Vajtai bibliaiskolát is sokáig vezette. And then when that school moved to Hungary, then he led the school in Vajta for a long time. Aztán hazamentek Amerikába 14 évre. Then they moved back to America for 14 years. És most Isten vezeti őket, hogy menjenek Olaszországba, és ott egy bibliaiskolát vezessem, vagy tanácsoljam, vagy segítsem. And now God is leading them to move to Italy and to counsel and lead a Bible school there. Szóval egy, csak röviden ennyit róla. This is just a short intro about him. És mi itt útközben itt elkaptuk őt. And in the meantime, we just grabbed him somehow along the way. Mert nagyon szeretjük, amikor ő tanít nekünk, meg amikor itt van because velünk. Because we really like when he teaches us and when he's here with us. Úgyhogy arra kérlek, hogy fogadjátok őt nagy szeretettel. So, Rod, gyere, légy szíves. Please welcome him with great love. Please come. Jó reggelt kívánok. Good morning. It's great to be back in Budapest. Nagyon jó itt lenni Budapesten ismét. And we've been here for a couple of weeks now. Most már pár hete itt vagyunk. And it's been a blessing because the last two Sundays, my family and I, we've just been able to come and attend the church. És nagyon nagy áldás számunkra, hogy az elmúlt két hét során, vagyis két vasárnapon a családommal csak így eljöhettünk és a gyülekezetbe. Such rich ministry from you all. És nagyon jó volt látni ezt a nagyon gazdag szolgálatot. Andrés does a great job with the worship team, such great worship. Andrés meg a DT csapat óriási és nagyszerű munkát végez. You know, and Jani, thank you for your ministry, teaching us, encouraging us. Janinak is köszönöm a szolgálatát, hogy tanít, meg bátorít minket. It's just a team effort, but it's a all together, it's being poured out into people's lives. Ez egy csapatmunka, de hogy mindenki összefog, ezt a hatalmas munkát belöntik az emberek életébe. And so my wife and I are moving to Italy. Szóval a feleségemmel Olaszországba költözünk most. But van két lány, nekem van két lány. I have two daughters. And they're going to stay in Budapest and go to school. De ők itt maradnak Budapesten, itt fognak iskolába járni. Into the university in the city. Az egyik egyetemre. So you all are now going to take care of my daughters. Úgyhogy ti fogtok gondot viselni a lányaimról. Köszönöm szépen. És előre is köszönöm. And so, yeah, we brought a team from the States. We're going to be doing a conference, a national conference for the pastors and leaders of Serbia next week in Vajta. Egy csapatot is hoztunk Amerikából, mert a jövő héten Vajtán a szerb vezetőségnek, meg gyülekezeti tagoknak fogunk tanítani egy konferencián. And so, yeah, for me, it's just always, it's like coming back, it's like home, this is home. Nekem olyan, mint idejönni, mint ha hazajönnék. And so I'm going to be sharing from Philippians chapter 3. A Filippi beliekhez írt levél harmadik részéből fogok tanítani. And so I want to, you know, it's going to be verses 1 through 14. Az első 14 verset vesszük át. But I want to get to the last portion, the 12 through 14. De szeretnék majd eljutni az utolsó igeszakaszhoz, a 12-től a 14. versig. What I'm going to try to attempt to do is to kind of give us the context that gets us into that last part. Úgyhogy az elején igazából csak egy szövegkörnyezetet szeretnék nektek bemutatni, azért, hogy eljuthassunk azokhoz az igeversekhez. Capture maybe a bit of Paul's heart. Mert szeretném, hogyha egy kicsit bepillantást kaphatnánk. That leads him to say these incredible things Pálnak a szívébe, amely arra indította őt, hogy azokat a bámulatos dolgokat kimondja azokban a versekben, amelyeket majd átveszünk. Ildikó will read the first 14 verses. Úgyhogy magyarul felolvassuk a szövegkörnyezet kedvéért az első 14 ige verset.
Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt, és feltámadása erejét, valamint az ő szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Imádkozunk. Let's pray. Lord, as we open your word, we open it with a reverent heart. Urunk, miközben megnyitjuk az igédet, tisztelettudó, tiszteletteljes szívvel tesszük ezt. A thankful heart that you've given us your word. És hálás szívvel azért, hogy egyáltalán odaadtad nekünk and Lord, az igédet. We ask that you would open our hearts and that your Holy Spirit would minister to those places in our heart that only he knows that we need it. És Urunk, arra kérünk, hogy a Szent Lelked szolgáljon felénk, nyissa meg a szívünkben azokat a helyeket, ahol szolgálatra van szükségünk, és ezt csak te tudod, hogy hol van. Father, I thank you that you know each person so intimately. Atyám, én hálát adok neked azért, hogy annyira bensőségesen ismersz minden egyes embert. And you care for each person. És törődsz is minden egyes emberrel. And Lord, so we just want to together open our hearts and ask that you would minister to us. És Urunk, ezért együtt szeretnénk megnyitni a szívünket, és arra kérni téged, hogy szolgálj felénk. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. So, capturing a bit of Paul's heart for the Philippian church. Itt egy kicsit meglátjuk Pálnak a szívét a filippibeli gyülekezet iránt. Paul planted this church on his second missionary journey. Ezt a gyülekezetet Pál a második missziós útján plantálta. As a result of a vision, he went to Macedonia, and Philippi was the foremost city. Egy látomásnak köszönhetően, ugye elutazott Macedóniába, és Filippi volt a legelső város, ahova eljutott. And he and Silas, they planted this church. És ő és Silás alapították meg ezt a gyülekezetet. This church has become special to Paul. És nagyon különleges volt ez a gyülekezet Pál számára. This is the only church that is recorded in the New Testament that actually physically supported him for his needs financially. Azért, mert az Új Testamentumban egyedül erről a gyülekezetről beszél úgy, mint olyanról, amely anyagilag támogatta őt a szolgálatában. And this church kind of captured the vision of Paul's ministry right from the beginning. És ez a gyülekezet valahogy megragadta Pál vízióját a szolgálatra, rögtön Paul, kezdettől fogva. Paul leaves Philippi and he makes his way down to Thessalonica. Mert amikor Pál elhagyta Filippit és eljutott Thessalonikába délre, Paul said that even when I got to Thessalonica, you supplied what I needed. You were supporting me. Azt mondja nekik, hogy amikor Thessalonikába mentem, ti gondoskodtatok rólam. Ellátottatok azzal, amire szükségem volt. This letter some 10 years later. És most ezt a levelet körülbelül 10 évvel később írja nekik. They continued faithfully supporting the Apostle Paul and the mission that he was doing.
És ők folyamatosan hűségesen szolgálták és támogatták Pált abban a szolgálatban és misszióban, Paul amit végzett. Viewed the Philippian church as being partners with them in the gospel, in his ministry. És Pál olyannak ismerte ezt a filippi gyülekezetet, mint akik társai a szolgálatban. Paul had other guys like Silas, Timothy, other people that went with him on the mission. Voltak olyan emberek is, mint például Silás, meg Timóteus, akik a részt is vettek a missziójában, vele együtt utaztak. They were part of his team, his missionary team. Tehát a missziós csapatának a tagjai voltak. But Paul views these guys in Philippi as just as important as the people that went with him. De a filippibeli emberekre, hívőkre Pál ugyanolyan fontos emberekként tekintett, mint azokra, akik vele együtt utaztak. And they developed this relationship over the last 10 years. És az elmúlt 10 év során egy egész különleges kapcsolat alakult ki közöttük. And if you read the first couple of chapters, it really reads like a newsletter. És amikor az első két fejezetet olvasod, akkor egy kicsit olyan, mint hogyha hírlevelet írna. You know, the Philippian church is worried about the Apostle Paul. They heard that he's in prison. Mert hogy a filippi beliek aggódnak Pál apostol miatt, mert hogy meghallották, hogy börtönbe vetették. Paul's writing this letter, one of four letters, from the Roman prison, imprisonment, house arrest. Úgyhogy Pál ezt a levelét a római házi fogságból írja nekik. Ez az egyik levél, amelyet onnan írt. And so he spends the first part encouraging the Philippians. Don't worry about it. I'm okay. I'm in prison, but it's all right. Úgyhogy a levelének az első részében tulajdonképpen bátorítja a filippi belieket, hogy ne aggódjatok miattam. Igen, tényleg elfogtak, de rendben vagyok. I have some freedom. Van valamennyi szabadságom. I'm in house arrest. I have my needs met. It's all right. Thank you for sending me some more of the sustenance that I needed. Házi fogságban tartanak, de el vannak látva a szükségeim, és köszönöm is, hogy küldtetek még a szükségeimre. And even though that I'm chained, he says that the gospel is not chained. És azt mondja, hogy annak ellenére, hogy engem láncokban tartanak, az evangélium nincs bilincsbe verve. Even though I'm in prison, the gospel is not, the ministry isn't in prison. Annak ellenére, hogy én börtönben vagyok, a szolgálat és az evangélium nincs fogságban. Ministry is continuing. Mert a szolgálat folytatódik. As a matter of fact, he says the whole palace guard has now heard the gospel. Sőt, az egész palotai helyőrség meghallotta az evangéliumot. They all know that I'm in chains for Christ and I've preached to them all. Tudják, hogy Krisztus miatt vertek bilincsekbe, úgyhogy mindenkinek hirdettem az igét. And the palace guard is the praetorian. They were the elite soldiers. És ezek a katonák, akik őt őrizték, ők voltak tulajdonképpen az ottani testtől pretoriai katonaság, ők voltak az elit. The regular Roman army wasn't allowed in the city of Rome. Mert hogy az átlag hadseregnek a tagjait nem is engedték be Róma városába. So they developed this Praetorian guard that would guard the Roman officials everywhere in the world. Úgyhogy kialakították, meg kiképezték ezt a pretoriai katonaságot, akik Rómában és mindenféle a világon a római hivatalnokokat őrizték. Most így azt mondja a filippi belieknek, hogy ne aggódjatok, hihetetlen lehetőségem van ezeknek az embereknek hirdetni God az evangéliumot, hol máshol kaphatnék erre lehetőséget. God has now allowed me to kind of infiltrate into the palace. Isten egyszerűen megengedte nekem, hogy mint egy beszivárogjak a palotába. But then in chapter 3 he kind of changes his tone. De utána itt a harmadik részhez érve egy kicsit változtat a hangnemén. By warning them of something that he's already warned them of. És elkezdi őket figyelmeztetni valamire, amelyre már korábban is figyelmeztette őket. Beware. Azt mondja, hogy óvakodjatok. Beware. A pastor's job is not just to feed you, but also to warn you. Egy lelkipásztornak a feladata nem csak az, hogy táplálja a juhokat, hanem az is, hogy figyelmeztesse őket. If we feed the sheep only without warning them. Hogyha csak tápláljuk a juhokat, anélkül, hogy figyelmeztetnénk őket. It has been said we only fatten them for the slaughter. Hogy óvnánk őket, akkor tulajdonképpen csak a mészárlásra hízlalnánk őket. So Paul feeds them, but he also warns them of dangers. Tehát Pál táplálja is őket, de figyelmezteti is őket a veszélyekre. And the particular danger that was threatening the Philippian church was a danger of legalism. És a filippi beli gyülekezetet konkrétan az a veszély fenyegette, hogy
törvényeskedőkké válnak, legalisták. False teachers that we call the Judaizers. Mert olyan hamis tanítók, akiket ma judaizálóknak nevezünk. And what they taught is that Gentiles, in order to benefit the work of Christ. Azt tanították nekik, hogy ahhoz, hogy a pogányok, vagyis a nem zsidók hasznot húzhassanak Krisztus elvégzett munkájából. Is the Gentiles they needed to be circumcised? Ehhez előbb körül kell metélkedniük. They needed to do the law of Moses. És meg kellett tartaniuk Mózes and törvényét. And then Christ would benefit them. És majd akkor nekik is hasznukra lesz Krisztus. In other words, these guys were saying that Gentiles needed to become Jews first. Más szóval tulajdonképpen ezek az emberek azt tanították, hogy a nem zsidóknak, hogy a pogányoknak. And there was room for Gentiles to become proselytes, to become Jews. Előbb zsidókká kellett lenniük. Tehát ez egyébként egy bevett szokás volt annak idején, ugye ők voltak a prozeliták. So if a Gentile became a Jewish person, then Christ would benefit them. Tehát azt állították, hogy ha egy pogány, egy nem zsidó előbb zsidóvá válik, akkor majd Krisztus az előnyére válik. De Pál azt mondja, hogy nem így van. És volt olyan időszak is, amikor ő volt az egyetlen ember, aki kiállt ezért az igazságért. Az evangélium igazságáért harcolt. He fought against these Judaizers, these false teachers. Ezek a hamis tanítók, a judaizálók ellen harcolt. And he calls them their dogs. És kutyáknak nevezi őket. Now the interesting thing is that these strict Jews would call Gentile dogs. Az érdekes dolog az az, hogy ezek a szigorú zsidók a pogányokat nevezték pogány kutyáknak. They're the dogs. De Pál azt mondja, hogy nem, ők a kutyák. They're evil workers. They're not just misguided Christians. These guys are polluting the gospel. Ezek gonosz munkások, nem csak félrevezetett keresztények, hanem olyan emberek, akik megrontják az evangéliumot. That's the thing. When we add to the gospel, you know, it's dangerous. We're polluting it. És pontosan erről van szó, amikor hozzáadunk az evangéliumhoz, az nagyon veszélyes, mert and the source of this pollution is evil. És ennek a fertőzésnek, vagy ennek a beszennyezésnek a forrása gonosz. And he says they're the mutilation. És azt mondja, hogy ők a megmetéltek. He says we are the true circumcision. És ugye azt mondja, hogy mi vagyunk az igazi körülmetéltek. We, who's the we he's talking about? És ki az a mi, akik we beszél? Jews and zsidók, Gentiles. És pogányok. Who have faith in Christ. Akik we are the true circumcision. Hiszünk. Mi vagyunk az igazi körülmetélkedés. And it's a play on words in the Greek. És görögül itt tulajdonképpen egy szójáték van. Peritome, we are the true circumcision. Peritome. A peritome az ugye, hogy mi vagyunk az igazi körülmetéltek. They are the katatome, they are the mutilation. Ők pedig a katatomek, ők meg a megmetéltek. You see, even in the Old Testament, mert még az Ótestamentumban is, it was taught that this circumcision was not just this outward, you know, surgery that takes place. Még az Ótestamentum is arra tanít minket, hogy a körülmetélkedés az nem csak egy külsőséges szertartás. In different places in the Old Testament, one of them, for example, Deuteronomy 10:16. Az Ótestamentum különböző helyén, például a Mózes 5. könyvében, a 10. rész 16. versében. Therefore circumcise the foreskin of your heart. Ott azt mondja, hogy metéljétek azért körül a szíveteket, vagy metéljétek le, vagy vágjátok le a szívetek előbőrét. Now, it's not some surgery, actual surgery, like let's do open heart surgery. Come here, Andres, let me cut you open, I'm going to cut the foreskin off your heart. És itt nem egy szó szerinti műtétről beszél, hogy na gyere ide, Andris, és akkor szikével neki megyek a szívednek. Levágok belőle egy darabot. Outward things were not, you know, there was something inward that they were a sign of. Hanem azt mutatja itt be tulajdonképpen, hogy ezek a külsőséges dolgok valami a bensőben történő dolgoknak a jelei. These guys are the mutilation. Azt actually mondja, it means like to cut it off. It's awkward talking about circumcision in church, itt, you know? Amikor a megmetéltekről beszél, ez szó szerint azt jelenti, hogy levágni. But that's the thing, but what Paul's saying, he's just making this point. Pál pontosan erről beszél, és ezt szeretné kihangsúlyozni. They are trying to get you guys to trust in your human effort
to earn a right standing before God. Hogy tulajdonképpen ezek az emberek arra próbálnak rávenni, hogy a saját emberi erőfeszítéseidben bízz, hogy emiatt lehetsz igaz ember Isten előtt. All your human effort will never achieve any right standing before God. De nincs az a mennyiségű emberi erőfeszítésed, amely által te igaz emberré válhatsz Isten előtt. And he would say, you guys are actually going to start putting, you know, faith in what you do? És tulajdonképpen azt mondja, hogy ti tulajdonképpen a hiteteket abba vetitek, amit ti magatok megtesztek. Well, let me just share a little bit of my testimony. Akkor szeretném veletek megosztani egy kicsit a saját bizonyságomat. You think you can put confidence? Listen to what I've done. Azt mondja, hát hogyha ti azt hiszitek, circumcise hogy bízhattok a cselekedeteitekbe, akkor azt figyeljétek meg, azt hallgassátok meg, hogy én mit tettem. I was brought up in a good Jewish home. We practiced Judaism from my infancy. 8. napon körülmetéltek. Egy jó, igazi zsidó otthonban nőttem fel, ahol a csecsemőkoromtól fogva gyakoroltuk a judaizmust. I'm of the stock of Israel. Én Izrael népéből való vagyok. From Abraham to Isaac to Jacob, whom God changed his name to Israel. Tehát Ábrahámtól, Izsáktól és Izraeltől és Jákobtól származok, akinek a nevét Isten Jákobra változtatta. How about you? Na és akkor mi van veletek? What's your stock? Ti milyen népből származtok? Mi a származásotok? My mom was mostly Irish. Az én anyukám főleg ír volt. My dad was, I don't know. Az apukámra nem is tudom. We traced it back to Texas. De valahogy visszanyomoztuk Texasig. So I always say I'm half Irish and half Texan. Szóval én félig texasi vagyok. I even sometimes speak Hungarian with the Texas accent. Néha magyarul texasi hangsúlyjal, vagy igen. Ez az. Így beszélek magyarul. But I'm of the stock of Israel. You can't touch that. De azt mondja, én Izrael népéből származok. Ehhez hozzá se nyúlhatok. I come from the tribe of Benjamin. És Benjamin törzséből vagyok. That's where the first king of Israel came from. Izrael első királya ebből Benjamin a törzsből were known származott. To be warrior people. És a Benjaminieket úgy ismerték, mint harcosokat. It's only Benjamin and Judah that first recognized that David was the king and made him king over them. Csak Benjamin és Júda törzse ismerte először Dávidot királyként, és ők tették őt királyá. I'm a Hebrew of the Hebrews. Azt mondja, én zsidókból való, vagy héber, a héberek Hebrew-speaking Jews, and there were the Greek-speaking Jews, the Hellenists. Mert hogy voltak héberül beszélő zsidók is, de görögül beszélő zsidók is, ugye a hellenisták. The Hebrew Jews were kind of Hellenist. Tehát voltak, ő héber zsidó volt, nem pedig hellenista. And Paul would say, well, I'm a Hebrew of the Hebrew. És ezért Pál azt mondta, hogy én zsidó vagyok a zsidók közül. Sat at the feet of the famous Rabbi Gamaliel. Méghozzá a híres Gamaliel rabbi lábánál tanultam. He excelled beyond all of his students, all of his fellow students. He rose to the top. És ő az összes tanulók közül a legjobb volt. You want to trust in your words? Look at mine. Azt mondja, szeretnél a saját cselekedeteidben bízni? Hát akkor nézd meg, hogy én miket tettem. Concerning the law, I was a Pharisee. Ami meg a törvényt illeti, farizeus voltam. They were strict, a strict sect in Israel that had great influence among the people. Izraelben egy nagyon szigorú vallási szekta volt a farizeusok, és hatalmas befolyást gyakoroltak az emberekre. Any given time about 6,000 of them. És egy adott időben körülbelül 6,000 ilyen ember volt. Sadducees a much larger organization. A szadduceusok csoportja sokkal több embert számlált. But much more liberal. És sokkal liberálisabbak voltak. Pharisees woke up, they prayed 3 times a day. Amikor felébredt egy farizeus, aznap 3-szor imádkozott. They made sure that they tithed everything. Tett róla, hogy mindenéből tizedet adott. I have seeds. 9 for me, 1 for God. They count them out. Itt van nálam 10 mag, akkor egy meticulously, making sure that everything was done. Egyszerűen csak hihetetlenül szószál hasogatóan odafigyeltek arra, hogy we wash our hands a certain way, ceremonially. A kezüket is szertartásosan mosták meg egy bizonyos módon. We make sure that we do the sacrifices according to the Old Testament law. I did everything. Teszünk róla, hogy az áldozatokat pontosan az ótestamentumi törvények alapján mutatjuk be. How about you?
Na, és ti mit csináltatok? Oh, you're trusting in your effort? a te erőfeszítésedben bízol. Concerning zeal, I persecuted the church. Hát ami meg a buzgóságot illeti, én üldöztem az egyházat. I thought I had it all right, and anything else was a threat, and I would eliminate the threat. Azt gondoltam, hogy mindent jól értek, és mindent, ami ezt fenyegette, azt megsemmisítettem. Concerning the righteousness which comes from the law, I was blameless. Tehát azt az igazságot, vagy igaz mi volt ott tekintve, amely a törvényből származik, én fedhetetlen voltam. Sikerült. Igen. Yeah, he was successful. Igen, sikeres voltam. Igen, he succeeded. Egyszerűen sikerült neki. But. De. But. He met Jesus on the road to Damascus. De a damaszkuszi úton találkozott Jézussal. On his way to persecute the church in Damascus. Pont miközben útban volt, hogy üldözze a damaszkuszi egyházat. Egyszer csak megjelent a fény a mennyből. He falls to the ground. És Pál a földre esett. And the first words out of his mouth, he says, "Who are you, Lord?" És az első néhány szó, ami kijött a száján, az volt, hogy ki vagy te, Uram? Just put yourself in Paul's shoes right now. Most próbáld magadat Pál helyébe képzelni. I'm going to Damascus to kill Christians. Megyek Damaszkuszban megölni ezeket a keresztényeket. I'm going to go make a blaspheme Jesus. És rákényszerítem őket, hogy káromolják Jézust. Vote to put them to death. És utána megöljük őket. I'm going to make them and put them in prison. I'm going to take them back to Jerusalem. Meg börtönbe vetjük őket, és vissza őket Jeruzsálembe. I've got to eliminate this sect, these followers of this guy named Jesus. Azért, mert egyszerűen csak meg kell semmisítenünk ezt a szektát, azokról az emberek, hogy Jézust követik, és utána pont útban Damaszkusz felé. He says, "Who are you, Lord?" Ez csak azt mondja, hogy ki vagy te, Uram. Then these words, he hears these words. És utána a következő szavakat hallja. I am Jesus. Whom you are persecuting. Én vagyok Jézus, akit üldözöl. Oh man, I'm a dead man. Arra gondolt, hogy okay, halott vagyok. It's over. Kész vége. But that moment, de abban a pillanatban az egész élete megváltozott. And he gave up everything that he had been pursuing to turned into a different direction and start pursuing something else. És lemondott mindenről, amit addig csinált, csak azért, hogy egy egész más irányba forduljon és valami egész más tegyen. Verses 7 through 9 again. Olvassuk el újra a 7-től a 9-ig. But things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. So his whole life, his whole identity. Tehát az egész élete, az egész önazonossága. It's wrapped up in this human effort to try to earn a right standing before God. Az emberi erőfeszítései körül forgott, amelyek által megpróbált igaz emberré válni Isten előtt. Then on the road to Damascus, he realized it was all a waste of time. És akkor ott a damaszkuszi úton rájött, hogy ez az egész időpocsékolás volt. In comparison to the knowing Jesus, it was all just trash. Jézus ismeretéhez viszonyítva egy rakás szemét az egész. And I want to ask the question. Úgyhogy fel szeretném tenni a kérdést. How much of the activity, the human effort that we are putting into our life? Hogy azoknak az emberi erőfeszítéseknek, amelyet az életünkbe fektetünk, mekkora része? How much of it is actually going to count? Tehát abból mennyi fog a végén igazán számítani? When Jesus returns. Amikor Jézus visszajön.
how much of our human effort, human achievement is actually going to last. Az emberi erőfeszítéseink és eredményeink, sikereink közül mennyi fog akkor megmaradni? We work hard to be good at things, and I understand. Mert keményen dolgozunk azon, hogy jól csináljuk a dolgokat, és ezt meg is értem. I used to be a busboy in a restaurant. It was like a waiter. Valamikor egy étteremben pincérkedtem. And I wanted to be the best waiter I could. És a lehető legjobb pincér szerettem volna lenni, amely csak képes by the name of Dino. És volt egy Dino nevű másik srác. And it was between him and I who were the best. És mi ketten voltunk a legjobbak. And so I wanted to be the head waiter, and they needed a head waiter, so it was Dino and I, we were competitive to be a good waiter, so I could be the head waiter. Úgyhogy szükségük volt egy főpincérre, úgyhogy a Dinoval mi versenyeztünk, hogy melyikünk lehet a főpincér. I put a lot of effort into becoming the head waiter. És rengeteg erőfeszítést tettem abba, vagy azért, hogy én legyek a főpincér. But I didn't get the position. De végén nem én kaptam Dino meg ezt a pozíciót, hanem Dino. My mom was the manager. Hát az anyukám volt ugyanis a menedzser. I think I was better, but anyway, you know. Azt hittem, hogy menni fog. But the point is, Paul, all his life, all his identity, is nothing in comparison for this truth that I found on the road to Damascus. De Pál egyszerűen rájött, hogy az egész életének az összes erőfeszítése egyszerűen semmi ahhoz az igazsághoz viszonyítva, akit megismert a damaszkuszi úton. My human effort has changed. És ezért most az emberi erőfeszítéseim megváltoztak. Now my great pursuit in life is to know Jesus. Ezért most a legnagyobb emberi törekvésem az, hogy megismerjem Jézust. Hogy megismerjem az ő feltámadásának az erejét. To partake in the fellowship of his suffering. És hogy részesedjek az ő szenvedéseiből. You are going to suffer as a Christian. Fogsz szenvedni keresztényként. But God has great purpose in your suffering. De Istennek hatalmas céljai vannak a szenvedéseid közepette. In your suffering, you have fellowship with Jesus in his suffering. He suffered first. Mert a szenvedésedben közösséged van Jézussal, mert hogy ő előbb szenvedett. You grow in your understanding in your relationship with him in ways that you could only do through suffering. És az ő megértésében és megismerésében olyan módokon növekszel a szenvedés közepette, amely csak akkor lehetséges. Be conformed to his death. És azért, hogy hasonlóvá váljak az ő halálához. Jézus azt mondta, ha szeretnél engem követni, vedd magadra a keresztet. Daily. A keresztemet naponta. You're gonna have to die. Meg kell halnunk. You have to die to yourself. Meg kell halnod magadnak. In order to attain to the resurrection. Azért, hogy eljuss a feltámadásra. That's the goal. És ez a cél. That I'm going to pursue Christ. Hogy én Krisztusra fogok törekedni, őt fogom keresni, ez az ideiglenes élet során. In order to attain to the resurrection, to be there with him for eternity. Azért, hogy eljussak a feltámadásra, hogy vele legyek örökre. And then he says in verse 12, not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold for which Christ Jesus has also laid hold of me. Isten a 12. versben azt mondja, hogy nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus. So now, 25, 30 years after Paul meets Jesus on the road to Damascus. Tehát itt most 20-25 évvel azután, hogy Pál találkozott Jézussal a damaszkuszi úton. He said, I've not been perfected. Azt mondja, hogy én ezt még nem értem el. I haven't attained to the resurrection yet. I'm still moving forward. Még mindig nem jutottam el a feltámadásra, még mindig előre haladok. There's still room for me to grow. Még mindig van tér a számomra, hogy növekedjek. This is something you all need to understand. És ez olyasmi, amit mindannyiunknak meg kell értenünk. There are two categories of people in the world. Ezen a világon két kategóriába sorolhatóak az emberek. Category one. Az első kategória, az első osztályba. Sinless. A bűntelenek tartoznak. There's one person in that category. És ebben az osztályban egy személy található. The man Christ Jesus. Az ember Jézus Krisztus. Tempted with all points, yet without sin. Aki mindenben megkísértetett, kivéve a bűnt. Now there's category two over here. De itt van a másik osztály, sinners. Kategória.
a bűnösök. And I hate to tell you, but you are all in category two. És ezt utálom a tudomásodra hozni, de ti mindannyian a második osztályba and tartoztok. I am also with you in category two. És én is veletek együtt vagyok and ebben so a kategóriában. How ridiculous is it for us to compare ourselves among ourselves in category two? Úgyhogy mennyire nevetséges egymáshoz hasonlítgatnunk magunkat, akik itt ebben a második kategóriában tartozunk. Mert mondhatod te magad, hogy legalább olyan nem vagyok, mint ez itt. Oh my gosh, I can't believe him. Did you see what he did? Hát ezt nem tudom elhinni. Hát látod, hogy éppen mit tett. And she calls herself a Christian? És ez a nő kereszténynek nevezi magát. Oh, I feel so much better about myself now. Na, hát én most már sokkal jobban érzem magam a at saját bőrömben. At their expense, I can elevate myself over them. Azért, mert az ő károkra, az ő rovásukra egy kicsit felmagasztalhatom magamat. But it's ridiculous magamat. Because you're still in category two. De ez annyira nevetséges, mert még akkor is, továbbra that's is a not második the comparison. Kategóriába comparison tartozom. Is with category one. Mert nem itt kell hasonlítgatnunk magunkat, az összehasonlítási alap az and első you're not in category one. És nem ott vagy. So there's still room for you to grow. Úgyhogy még mindig van bőven lehetőség arra, hogy te növekedj. And that's what Paul is saying. I want to reach into the future. I want to continue to strive to grow. És ezért Pál azt mondja, hogy neki akarok feszülni a jövőnek, továbbra is arra akarok igyekezni, hogy növekedjek, hogy még jobban olyan legyek, mint Jézus. And then verses 13 and 14. És ezért utána a 13. és 14. versben Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. So as we have seen, Paul is writing this in a house arrest in Rome in prison. Mint ahogy láttuk, Pál ezt ugye házi fogságból írja, Rómából. He gets released from prison. Egyébként elbocsátották a börtönből. Probably around 62 AD, and he has about 5 years of freedom before he's rearrested and martyred by Nero, probably around 67 AD. Ez körülbelül Krisztus után 62-ben történt, és valószínűleg még volt 5 évet szabad lábon, mielőtt újra letartóztatták volna, és kivégezték volna, vagyis mártír halált halt volna Néro uralkodása idején, körülbelül 67-ben, Krisztus után 67-ben. And when you read the letters from prison, you know, Paul expects to be released. És amikor olvasod a leveleit, amelyeket börtönből írt, akkor azt látod, hogy Pál azt várja, hogy őt szabadon fogják bocsátani. He says, you know, I'm confident by you guys praying that I'm going to be released from this prison. Pál azt írja itt is, hogy meg vagyok győződve, hogy biztos vagyok abban, hogy az imáitok hatására el fognak engedni a börtönből. And he is released. És valóban kiengedték. And church history, you know, she kind of shares that he got the gospel really far to the extreme west end of the Roman Empire, which would have been Spain. És az egyház történelem arról számol be, hogy a római birodalom a legnyugatibb határáig el tudta vinni az evangéliumot a mai Spanyolország területére is. And so Paul is sitting in prison in Rome, kind of knowing that God has a future for him. Pál itt Rómában, a börtönben ülve, tehát azt mondja, hogy egyszerűen tudom, hogy Istennek, Isten még egy jövőt tartogat a számomra. And I want you to kind of all understand that God has a future for all of us. És szeretném, hogyha mind megértenénk azt, hogy Istennek van jövője a mi számunkra is itt. Listen to Jeremiah. We all love this verse. És csak ezt figyeljétek meg, hogy mit mondott Jeremiás, és nagyon szeretjük ezt az igeverset. For I know the thoughts that I have toward you, says the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you a future and a hope. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. God has a future. Isten egy jövőt tartogat a számodra. Wants to give you a future. És jövőt akar neked adni.
And a hope, just as Paul the Apostle says, I'm not. This isn't it. I'm going to be released from prison. I got some things to do. God has some things for me to do. Pontosan úgy, ahogy Pál is mondta, szerintem nem ezzel végződik a történetem, hanem hogy Istennek még vannak tervei velem, vannak dolgok, amelyeket el kell végeznem. Last night you had a future. Tegnap este jövőd volt. And in your future was I'm going to come to church at Golgotha Budapest. És a jövődben benne volt, hogy ma reggel eljössz a Golgotába, Budapesten. And around 10 or 15 minutes that is now going to become part of your past. 10-15 perc múlva ez már a múltad része lesz. Unless I go long. Ha csak nem folytatom a domát. Vég nélkül. Sajnálom. We all have a future. Szóval mindannyiunknak van jövőnk. I just said we all have a future. Most mondtam, mindannyiunknak van egy jövőnk. Now that's part of our past. De ez, amit mondtam, már a része a múltunknak. Oh, there goes some more past. You know, hoppá, még több lett a múlt része. Now my question is. De a kérdésem a következő. What future or whose future do you want for your life? Milyen jövőt, vagy kinek a jövőjét szeretnéd a magad életére nézve? If God has a future for you, do you want that future? Mert Istennek van egy jövője a számodra. Ezt a jövőt szeretnéd-e? Because some of you will have that future. Mert néhányan ezt a jövőt fogjátok megélni. But some of you will miss out on that future. De néhányan el fogjátok szalasztani ezt. And rather than having the future that God has for you, you're just going to have a future. És ahelyett, hogy azt a jövőt élnéd, amelyet Isten tartogat a számodra, lesz egy jövőd. How do you experience the future that God has for us? De hogyan tapasztalod meg azt a jövőt, amelyet Isten tartogat a számodra? The only way that I know to do that is to seek him. Az egyetlen módja annak, hogy így éljek, amit amit tudok, hogy ez hogy tudható meg, hogy muszáj őt személyesen keresni ahhoz, hogy megtudd. And I want to tell you that it's a privilege to seek out the future that God has for you. És el akarom neked mondani, hogy óriási kiváltság, hogy keresd azt a jövőt, amelyet Isten tartogat a számodra. Don't take it for granted. És ezt ne vedd készpénznek. God has something for you. Mert Isten igenis tartogat a számodra valamit, és úgyhogy lendülj bele és szerezd meg. It's not just a privilege, but it's also your responsibility. Mert hogy ez nem csak egy kiváltság, hanem egy felelősség is. We call him God. Mi őt Istennek hívjuk. You know what I mean? When we call him God, that means what? You're not it. És őt ha hívjuk Istennek, találd ki, hogy ez mit jelent. Te nem vagy az. It's our responsibility to find out what God wants us to do. Úgyhogy egy felelősségünk van, hogy megtudjuk, hogy Isten mit szeretne, mit tegyünk. Ephesians 2:10. Az Efézusiakhoz írt levél második részében. We are his workmanship, created in Christ Jesus for good works. Azt mondja, hogy mi az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Na ezt fogd föl. You are created in Christ Jesus. Te Krisztus Jézusban meglettél alkotva. For good works, for things to do. Jó cselekedetekre, dolgokra, amiket tehetsz, de ezt hallgass meg. Which he prepared beforehand. Amelyeket ő előre elkészített. So God thought about you. I don't know your name, but he thought about you. Isten gondolt rád. Nem tudom, hogy hívnak, de Isten gondolt rád. Before you were you. Mielőtt még te telettél volna, ismert téged. And he thought about you. És gondolt is rá. And his thoughts about you were good thoughts, not evil thoughts. És a gondolatai veled kapcsolatban jó gondolatok voltak, nem rosszak. And his thoughts about you were, I want to give him a future. És azt gondolta rólad, hogy szeretnéd a jövőt adni. And in his future, I am going to prepare these works for him. És az ő jövőjében ezeket a cselekedeteket készítenem számára. And all I want him to do is just to walk in these good things. És csak azt szeretném, hogyha ő annyit tenne, hogy ezekben végig sétálna. The God of heaven. A menny Istene, the creator of the universe, a világ mindenség teremtője, has thought about you and prepared good things for you to do. Gondolt rád, és jó dolgokat készített el számodra, hogy azokat elvégezhess. Who wouldn't want those things? Ki ne akarná ezeket a dolgokat? I want to reach forward to the things that God has for me. Én neki akarok feszülni azoknak a dolgoknak, amelyeket Isten az én számomra tartogat. I want to fulfill the purpose
that God has for my life. Én szeretném betölteni azt a célt, amelyet Isten az én életemre nézve kitűzött. Hashtag reaching forward. Hashtag reaching forward. Hashtag, nem biztos, hogy értem. Ja! Hashtag, igen. Neki feszülök. So what keeps you from it? De mi az, ami téged visszatart ettől? I'm going to quickly give you a few things that will keep you. Szóval adok néhány dolgot, vagy felsorolok néhány dolgot, amelyek megakadályozhatnak téged abban, hogy megtapasztald Isten jövőjét a számodra. A few things that will just enable you just to have a future. Néhány dolgot, ami viszont arra képesít, hogy csak úgy egy jövőd legyen. But we'll miss out on God's future. De közben elszalazd Isten jövőjét. The first thing is past success. Az első dolog a múlt sikerei. Past success can keep us from moving in to the future that God has. A múlt sikerei megakadályozhatnak minket abban, hogy belelépjünk, vagy neki menjünk azoknak a dolgoknak, amelyet Isten most tartogat számunkra. I got saved in 1985. Én 1985-ben tértem meg. Három éves voltam. I was 3 years old. In the 60s and 70s, we had the Jesus movement. Ugye a 60-as, 70-es években volt a nagy Jézus mozgalom Amerikában. Kind of a revival took place. Egy ilyen ébredés történt akkor. In 1985, there were a lot of people that were telling me about all the things that happened in the Jesus movement. 1985-ben nagyon sokan meséltek nekem mindazokról a dolgokról, amelyek a Jézus mozgalom idején történtek. I thought, well, that's great. És arra gondoltam, hogy hát ez nagyszerű. I wish I was there. Bár csak ott lehettem volna. I was volna. At an AC/DC concert. De én annak idején egy AC/DC koncerten csörögtem. It's all kind of a fog. I don't know where I was. Akkor a köd volt a fejemben, a kábítóz direkt, de azt se tudtam. But these guys were so caught up in what God had done in the Jesus movement that they couldn't move out of it into what God had for them in the future. De ezek az emberek annyira el voltak keveredve azzal, vagy el voltak foglalva azzal, amit Isten a Jézus mozgalom idején tett, hogy képtelenek volt előre mozdulni abban, amit Isten a jövőre tartogatott számukra. I was a young man in 1985. 1985-ben én egy fiatal ember voltam. Like, well, I missed the Jesus movement. Does that mean what else is there? És úgy voltam vele, hogy hát úgy tűnik, hogy én elszalasztottam. I was excited about what God had for me. De én annyira lelkesedtem mindannak kapcsán, amit Isten az én számomra tartogatott. God has done some great things in Hungary. Mert Isten nagy dolgokat tett Magyarországon. But they're in the past. De ezek már elmúltak, ez a múlt. And God is going to do great things in Hungary. És Isten nagy dolgokat fog tenni Magyarországon, ha we will reach forward and be open to the things that he has for us in the future. Hogyha így neki feszülünk és nyitottak vagyunk azokra a dolgokra, amelyeket ő a jövőben tartogat. But we gotta let go, forget those things which are behind. De ehhez el kell engednünk azokat a dolgokat. We can talk about them, reminisce in them, but don't let them keep you from moving into what God has. Szóval azok szép dolgok, csak ne engedd meg, hogy megakadályozzanak abban, hogy előre lépj azokba a dolgokba, amelyeket Isten most tartogat a számodra. Greg Opin and I moved to Hungary in 1991. Greg Opin és én 1991-ben költöztünk Magyarországra. And the Hungary that we moved to in 1991 is not the same Hungary as it is today. És az a Magyarország, ahova mi 91-ben ide költöztünk, egyáltalán nem ugyanaz a Magyarország, amely ma itt van. We were young in 1991. 91-ben mi fiatalok voltunk. Now there's people that are ministering to that weren't even born in 1991. Most olyan embereket is szolgálunk, akik akkor még meg se születtek. How many people here were born after 1991? Hányan születtetek itt 91 után? You don't even know what I'm talking about. Azt se tudjátok, miről beszélek. See, it's a new Hungary. Ez egy teljesen új Magyarország. And the culture in the world. És az egész világnak a kultúrája. It changes rapidly. Nagyon gyorsan változik. And our challenge is to be able to minister in the new
culture that we're going to find ourselves. És az a nagy kihívás, hogy képesek legyünk szolgálni abban az új kultúrában, amelyben mi is ott találunk. In 5 years, Hungary will not be the same as it is today. 5 év múlva Magyarország nem lesz ugyanolyan, mint so ma. So we get stuck in how we do things now, and we don't change in 5 years, we're going to miss it. Úgyhogy beleragadunk azokba a dolgokba, amiket most teszünk, és ilyenek maradunk 5 év múlva is, akkor elszalasztunk dolgokat. Here's something for you to think about. Na, a következőn kéne it's a never-changing cross. Ez egy soha nem változó kereszt. It's the same cross, same Bible. Ugyanaz a kereszt, ugyanaz az élet. In an ever-changing culture. És üzenet egy állandóan, folyamatosan változó kultúrában. How many people have children? Hányatoknak vannak gyerekei? God bless you. Isten áldjon benneteket. Be fruitful and multiply. Szaporodjatok és sokasodjatok. So I want to ask you a question. Hogyha valaki föltenne neked egy kérdést. How are you going to prepare your children to live in a world that you know nothing about because it's going to be different? Hogy hogyan készített fel a gyerekeidet, hogy képesek legyenek egy olyan világban élni, amely ről semmit nem tudsz, mert hogy annyira más lesz. You have to forget what's behind and reach forward to what's ahead. Be ehhez open. El kell felejtened azt, ami mögötted van, és neki kell feszülnöd azoknak a dolgoknak, amelyek change, előtted vannak, és change. Nyitottnak kell lenned azokra. A változás. How many Christians does it take to change a light bulb? A light bulb. Aha. A Christian. Hány keresztény kell ahhoz, hogy egy villanykörtét kicseréljen? Change? Égőt. Változás? They don't know how to change. Christians don't change. Mi az, hogy változtatni, vagy kicserélni? Igen. We do it like this. De keresztény nem tudja, ezt hogy kell csinálni. Why do you do it like this? Why do you do it like this? Miért csinálod ezt így? We've always done it like this. Hát mindig így csináltuk. Well, that's not a good answer. De ez nem jó válasz. We have to be able to move into the future. Mert képeseknek kell lennünk előre lépni a jövőbe. Well, I didn't get into it again. I'm going to cut some more out next verse. But anyway. Kicsit kivágok belőle. But there's also negative things. De vannak negatív dolgok fear is, amelyek akadályozhatnak. Például a kudarctól való félelem. How many people here are afraid to fail? Hányan féltek itt a kudarcoktól? I am. Én igen. It's embarrassing. I failed again. Mert annyira megszégyenítő, hogy but fear of failure will elbuktam. Keep you from moving into the things that God has for you. De a kudarctól való félelem megakadályoz téged abban, hogy előre lépj azokba a dolgokba, mert unbelief. Isten tartogat számodra. Aztán a hitetlenség. Unbelief will keep you from moving a hitetlenség is megakadályoz téged abban, hogy előre lépj azokba a dolgokba, amiket that Isten door is tartott gonna a open. Számodra. God is going to give you, as you seek him, he's going to give you a door of opportunity. Azért, mert az ajtók meg fognak nyílni, ahogy keresed őt, Isten a lehetőség nyitott ajtaját teszi eléd. És amikor kinyílik az ajtó, you're going to see Jesus on the other side. És meglátod ott Jézust a másik oldalon. And he's going to do the Bruce Lee thing. És ő a Bruce Lee dolgot fogja csinálni. And you're going to look out that door and you're going to look at yourself and I'm not going. És arra fogsz mondani, nem megyek. I can't do it. Én ezt nem tudom megcsinálni. Well, you can't do it. Pedig you can't. Tényleg nem tudod megcsinálni. By yourself. Egyedül nem. But the Spirit of God in you can. De Isten szelleme, aki benned él, képes megcsinálni. You're feeling an emotion of fear, which is healthy. Te egy félelem érzést érzel, és ez egészséges. But the Spirit of God in you is not afraid. De Isten szelleme benned egyetlen nem fél. God has given us a spirit of, that is not a fear. Azért, mert Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, power and love and a sound mind. Hanem az erő, a szeretet és a józanész, vagy józanság and then lelkét. The last thing that will keep us is sin. És az utolsó dolog, amely akadályozhat minket, a bűn. Anybody ever sinned before? Vétkezett itt már valaki köztetek? I did once. Én is egyszer. It was my wife's fault, but I did it. Igaz, hogy a feleségem hibája volt, de mit van? Love you, babe.
Azért még szeretem. And so the devil would just love because you sin. Oh, now you can't do it. Don't do it. You're a sinner. You can't do it. Az ördög az, aki nagyon szereti elhitetni veled, hogy nézd, mert vétkeztél, akkor most már nem csinálhatod, nem vagy erre képes. If that were the case, nobody would be able to minister. Ha ez lenne a helyzet, soha senki nem szolgálhatna. And so we need to repent. Úgyhogy meg kell térnünk a bűnből. And then get back up. Utána fel kellni, rise up, take up your bed and walk. És föl kell kelni, venni a nyoszajádat és keep járni. Going. Forget those things which are behind and move forward to the things that God has for you. Egyszerűen csak felejtsd el azt, ami mögötted van, és nem feszülj neki annak, amit Isten tartott a számodban. I want you to have God's future, not just a future. Én azt szeretném, hogyha Isten jövőjét élnéd meg, és nem csak egy akármilyen jövőt. Amen. 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 Igen, köszönjük. Nekem egy kérdésem van hozzátok. I have one question for you. Ki tudja, hogy ki ez a Bruce Lee? Who of you knows who Bruce Lee was? Sokan nem. Jól van, örülök quite neki. Quite a lot of you don't. I'm glad. Okay, annyi feladatom van csak, hogy azt mondjam, hogyha imára van szükségetek, akkor tudjátok, mi itt vagyunk elővezetők, és szívesen imádkozunk veletek. All I have to say now is that in case you need prayer, some of us leaders will be up front here, and we will gladly pray with you. Hogyha szeretnétek adakozni, akkor ott oldalt megtaláljátok az adakozó dobozokat, akkor if megtehetitek you, ott. If you desire to give, the tithe boxes are by the end. And you can do that. Ne felejtsétek el, akik szeretnének Vajtán bemerítkezni, regisztráljatok. Please don't forget about registering if you want to get baptized in Vajtán. Így van, én pedig még egyszer köszönöm szépen az üzenetet Rodnak. I want to thank you once more for the message. Thank you. It was great. Legyen nagyon szép vasárnapotok. Have a wonderful Sunday. És elköszönünk azoktól is, akik and néztek minket. And we want to say goodbye to those of you who followed us online. Bye bye.